csapatbajnoki győzelem után szombat délután a Vác csapatát fogadtuk. Az Érd Arénában ezúttal is kiváló volt a hangulat, közel 1500 szurkoló buzdította a lányokat. A közönség hatalmas segítséget nyújtott, mint mindig. Szavakat nem találunk rá, hogy mostanában, mint mindig, nagyon-nagyon lelkesítenek minket, és belevisznek a győzelembe. A mérkőzés 2-0-val kezdtük. Utána viszont átvette a kezdeményezést a vendéggárda. A Vác 18 perc után 3 góllal vezetett. Végig óriási küzdelem volt. Mert, ugye érezhető volt az első fél időben, ugye én szerintem nagyon jól játszottunk. Remek helyzeteink voltak, de az ellenfélnek kivírozott a kapusa. Jól védettem, mivel meg kellett küzdenünk, és ugye ezt egyből kihasználták. Az első játékrész hajrájára viszont megtaláltuk Bíró Blanka ellenszerét, ráadásul a védekezésünk is magasabb fokozatba kapcsolt, így a fél időt 13-11-es előnnyel zártunk. A szünet után ott folytattuk, ahol abba hagytuk. 35 perc után már 5 góllal vezettünk, igaz Hornyák Dóra sokáig meccsen tartotta a Váciakat, ám a találkozó legfontosabb pillanataiban a mi kulcsembereink villantak. Krüpes! Keresztmozgás Klivinyivel, ez is ment van! A negyedik gólja Klivinyinek, és a meccs döntő szakaszában tesz hozzá csapata játékához Klivinyi. Támadójátékunk sokoldalúságára jellemző, hogy Klivinyi Kinga mellett Katarina Krüpes és Sacil Nadin is 5-ször, míg Kovács Anna és Jekatyerina Kosztyukova 4-szer volt eredményes a 29-23-ra végződő összecsapáson. Think about game, we win, I'm so happy, congratulations my team, my coach, thank you very much, and I'm so happy. Sorozatban 7. győzelmünkkel fontos lépést tettünk a bajnokság felsőházába vezető úton, legközelebb pedig szerdán a 4. Dunaújvároshoz látogatunk. Arra vágyom, nem várom, szeretném, hogyha nagyon sokan eljönnének, és ugyanolyan jó hangulatot csinálnának, mint amit Fehérváron, hogyha segítenék a lányokat, hiszen ez a csapat akkor él igazán, és látható, hogy akkor tud átlépni a nehézségeken, amikor ez úgy jól együttműködik. Csapat és sokkolok.